téli, azaz jeges, erős ember versenyt rendeznek a Városlegeti Művégpályán. Lehet majd holban állva rönköt nyomni, koffert cipelni, de a részletekről, lapföldről, Nagy Ákossal beszélgetünk. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Hát már nagyon sokat beszélgettünk a különféle megméretetések nyomán, ugye a tavalyi esztendőben, viszont azért mondjuk úgy a, a környezetváltozás, és nyilvánvalóan az ezzel kapcsolatos mindenféle fajta egyéb veszélyforrás, azért az, az, új lehet sokaknak, de gondolom neked talán nem, hiszen azért ennek van hagyománya, ahol gondolom te külföldön már próbálkoztál ezzel, ugye? Én rendszeresen edzem télen is szabadtéren. Uh -huh. De Magyarországon még nem volt hagyományos téli erős verseny. Ugye ez nem szokványos, hogy, hogy mondjuk mínusz fokban, kínzabattéren rendezzünk erős versenyt ez általában tavasztól őszig, illetve e, sportcsarnokok van megrendezett sportág, úgyhogy ezért ez mindenféleképpen egy extrém környezet lesz. Abszolút, és hát nem beszélve arról, hogy a jeges felület is gondolom egy, egy abszolút extra kihívás, mert hogy ez is cél, hogy az ember megpróbálja ezeket a, ezeket a nehéz feladatokat egy csúszós felületen is abszolválni, vagy ez csak egy része a feladatoknak? Ez csak nehezíti a feladatokat, Aha. de egyébként nem kimondottan a jégen, hanem elsősorban betaposott Aha. havon lesz a verseny, tehát azért figyelünk a versenyzők biztonságára, de nyilvánvalóan ez is nehezíti a, feladatok végrehajtása. Tehát nem csak a súlyokat kell majd legyőzni, hanem egyrészt a hideget, és nyilván az új közeget, ezt a letaposott havon koffert cipelni biztosan egy új élmény lesz majd a srácoknak. <laughs> egészen biztos vagyok. Ugye egyébként maga az ötlet az, az nyilván nem eredeti, ha jól tudom, akkor ez a uh, Iceman Strongman Challenge gyakorlatilag egy ilyen Champions League, tehát egy ilyen bajnokok ligája esemény sorozat 2010 óta létezik már, és ugye a lapföldöt emlegettük, tehát nyilvánvalóan, ahol a hideg és a jeges havas környezet gyakorlatilag állandóan adott, gondolom nem véletlenül származik az, az ötlet bizonyos szempontból onnan, ugye? Így van, hát ugye az Északi Országban nagyon népszerű az erős ember sport, így is, és hát ott a világ legjobbjai között is igen sok so, Igen, Folyamatosan vannak finnek, és idén márciusban is egyébként lesz Lapföldön, március 15-én, ahol engem is meghívtak az első Champions League forduló. Ez hagyományosan Északi-Sarkörön. Voltál már ilyen egyébként? Nem voltam még ott, Aha, úgyhogy ez lesz, az, ez lesz az első majd márciusban. De ez egy jó kis, kis előválogatás lesz, vagy egy ilyen kis előteszt számodra. Ha jól igen, igen, de hát folyamatosan edzünk, tehát tervezzük, hogy ma délután vagy ma este is edzünk. Igen. Reméljük, hogy friss van majd ezekkel az eszközökkel? Hát igen, mert ugye most az időjárásra pillantunk, akkor itt ilyesmit is ígérnek, bár mondjuk nem tudom, hogy az ónos eső válik valóra, akkor az, az azért az nem az annyira nem ideális, mondjuk úgy edzés körülmény, sőt a versenyre kifejezetten rossz. Éppen ezért ugye a bevezetőben említettünk néhány érdekesebb feladatkört. Ezek mennyire származnak akár a lapföldi ötletből, tehát ezeknek mennyire egy ilyen adaptált változata lesz most itt, vagy pedig azért vannak speciálisan mondjuk akár általad kitalált feladatok is? Nincsen itt általunk kitalált, én azt gondolom, hogy bizonyos gyakorlatcsoportok vannak, amit egyébként szárazon is és, uh -huh. és normál nem havas körülmények között üzünk. egy picit kellett változtatni, tehát például havon vagy vagy jégen más szóvas nélkül nem lehet ugye például kamiont vagy autót húzni, Igen. ezért itt ülve fogunk például egy terepjárót húzni, illetve a, a hóban állva röntgnyomás is egy érdekes, érdekes dolog lesz, ilyen sem nagyon volt még, tehát a koffercipelés, vagy éppen a lengősúlycipelés, ha van, ez, ez is szintén igénybe veszi majd a, a versenyzőket, Itt tényleg az, hogy egy, egy speciális felület, tehát ez, azért egy, ez egy mozog, ez a talaj, és nem annyira stabil. Pontosan ezért talán nem is akkora nagy súlya lesz például a lengősúlycipelés, csak 320 kilót kell. 20 méter, oda és 20 métert vissza van szólniuk. csak 320 kiló. Ugye beszéltünk arról, hogy azért neked a sikereid mögött nagyban meghúzódik ugye az a fajta korábbi versenysportolói múlt, ugye súlyemelésből szerzett adottságok, és a többi, és a többi egyensúlyérzék, és még oly sok minden. Ez mennyire lesz ilyenkor megtorpedozva, hogyha, hogyha valóban az ember egy ilyen bizonytalan talajon kell, hogy próbálkozzon? Hát egy új közeg nekem is azért ez a havas, havas környezet, ez mindenféleképpen kihívás, és ez mi keresünk folyamatosan a kihívásokat. Ugye nyáron van versenyünk a Balatonnál, ami vízben, ez a Balaton legerősebb embere, mm -hmm. most télen, tehát igyekszünk egyrészt a sportak szerelmeseit is kiszolgálni, hogy tényleg egész évben legyen számukra a Négy évszakos, négy Igen, négy évszakos és, tegyük uh -huh. a versenyt, egyrészt, másrészt meg ez nekünk is egy izgalmasabb dolog. Egy picit néha már unalmas egyébként betonom mindig ugyanazokat csinálni, vagy éppen egy zárt csarnokban, Úgyhogy ez mindenféleképpen egy ilyen kuriózum a versenyeink között. Egyébként, ha már azt mondod, ugye, hogy picit ne ugyanazt csinálni, arra bármilyen utamodon nincs mód, hogy ez a fajta versenyrepertoár akár nemzetközi szintéren is bővüljön, vagy, vagy ez nagyjából úgy lett összeállítva, hogy ettől komolyabb feladatokat, vagy másfajtát nem nagyon lehet csinálni, maximum az eszközökön lehet változtatni? Azért mindig kitalálnak a versenyszervezők újat, mi is törekszünk erre, folyamatosan megújítjuk, akár ugye a nyáron, 2012-ben szervezett Giant Slide versenyen, akár itt a felhúzásra gondolunk, uh -huh. ahol a Ferrari-kal végeztünk. Igen. Tehát folyamatosan igyekszünk azért egyrészt látványosabbá, érdekesebbé tenni a, a versenyeket, másrészt meg kitalálni, az alaptípusok a gyakorlatoknak ugyanazok. Tehát mindig van nyomószám nálunk, mindig van valami járműnek a húzása, ez lehet többféleképpen, mindig vannak cipelős feladatok, amik az állóképességet jobban igénybe veszik. De nagyjából ezzel, ebből az öt gyakorlatcsoportból lépül egyébként fel egy ilyen erős ember verseny, kőgólyemelés, különböző tárgyaknak a, a cipelése, felrakás, és ezeket lehet kombinálni, tényleg adott esetben éppen a szponzorok igényének uh -huh. teljes kiszolgálásával, hát volt, külföldön, ahol hűtőszekrényeket és mosógépeket vittünk. <laughs> Nyilván így, gondolom a, a márka szponzorálásával, Én amelyik van. éppen benne volt ebben. Egyébként a tél, ugye most halljuk azért, hogy feladatokra ösztönöz arra lennék kíváncsi, hogy ha már négy év szakossá próbáljátok tenni ezt a műfajt, akkor azért melyik az a, az esztendő, melyik az a szakasza, amikor azt lehet mondani, hogy egy erős ember egy picit többet pihen. Ugye normális esetben egy civil ember karácsony, szilveszter, beglék és stb. stb. azért így bőr alatt is érződik, hogy ezek így bőségesen kitöltenek minket. Gondolom, hogy arról nincsen szó, hogy neked vagy nektek ebben a tekintetben diétázni kéne, hát ez nyilván alapvető, hogy nem, de, de van-e olyan, hogy az ember úgy érzi, hogy most kevésbé van formában most, most az izmai nem annyira állnak készen a feladatokra, mert hogy egy picit talán, talán másfajta táplálkozás folytatott, vagy pedig most már, ahogy mondtad, Tulajdonképpen ez az év 365 napján kell, hogy az ember rajtra kész legyen bármi is a feladat. Hát a, a, profi erős ember szezon az valamikor elindul általában ilyen március környékén. Ugye mondtam, hogy idén ezzel az ice indul majd lapföldön, és a tavalyi év számomra az, amikor október elején ért véget, volt még utána is profi verseny, azt én már nem, nem vállaltam, volt év tavaly előtt például, amikor gyakorlatilag februártól decemberig versenyeztünk, ez nyilván ez nagyon, nagyon hosszú egy ilyen szezon, és lehetetlen is Miláns. hozni a csúcsformát. Tavaly év kicsit szerencsés volt számomra, évvégén tudtam két hónapot teljesen pihenni. Uh -huh. ami, akkor ami ez volt a szükséges leeresztés. is, Aha. igen, és ez kell is. Egyrészt azért, hogy az ember fejben regenerálódjon 13-14 verseny az rengeteg, másrészt meg kell az izületeknek a szervezetnek tényleg, hogy újra kiéhezzen az edzésre, és azért december közepén karácsonyot azért elindult az idei alapozás, uh -huh. mert tényleg hiszem azt, hogy a 2013-as év sikerei azok már valamikor 2012 végén alapozáskor kezdődnek. Világos, talán még egy mondat, hogy ha már beszéltünk, hogy a megváltozott körülményekről, meg helyzetről, attól esetleg nem félsz, hogy azért ezek a <coughs> óriási súlyok és ehhez kapcsolatos feladatok a hideg közegben, és most nem a csúszásról beszélek, az izmokra is mondjuk extra terhelést róhatnak -e? tehát a sérülés veszély ez mennyivel lehet, vagy nagyobb? Nagyobb a sérülés veszély nyilvánvalóan egy hideg környezetben, mint, mint egy, egy melegebben, vagy akár egy edzőtermi, vagy, vagy sportszarnak beli körülmények között. Igyekszünk erre majd megoldásokat találni, ott esetben több időt hagyunk a bemelegítésre a versenyzőknek, uh -huh. és, és tényleg több lehetőséget biztosítunk arra, hogy jól be tudjanak melegedni, ezért minimalizálva a sérülés kockázatát. Jó, hát ez én is azt gondolom, ez egy alapvető dolog, és ez nagyon-nagyon fontos párna a szezon elején, hogy az ember ne egy sérüléssel induljon neki majd 2013-nak, de minden esetre izgalmas, ugye az első hidegben zajló ilyen jellegű kihívás, úgyhogy ez sok sikert kívánok neked, meg az egész éves szezonhoz. Köszönöm szépen, és várom mindenkit február 9-én a Városligeti Műjégpályán. Köszönöm szépen.